Párbeszéd Kedves hallgatóink, a Magyar Jezsuiták heti félóráját hallják. Kérdések és feladatok a harmadik évezredben címmel évek óta előadássorozatot szerveznek a Magyar Jezsuiták Horázki utcai rendházukban. Legutóbbi alkalommal Nemesszegi Ervin Jezsuita atya, Hit, Istenkép és Tudományos Világkép címmel tartott előadást. A több mint száz fős közönség nagy érdeklődéssel hallgatta az Atyának, mint papnak és mint természettudósnak személyes hitvallását, melyben olyan kérdésekre próbált választ keresni, hogy milyen az ember Istenképe és hogyan alakulhat az idő folyamán hogy a Biblia Istene és az evangéliumok Jézusa azonos-e a világ mindenséget teremtő és állandóan létben tartó abszolútummal. Mai adásunkban az elhangzott előadásból közlünk részleteket a rádióhallgatók számára. Minden Isten hívőnek van valamilyen képe Istenről, Sőt, az Isten tagadónak is van valamilyen Isten képe, melyet megtagad. Hadd illusztráljam ezt a kielentésemet egy személyes élménnyel. Amikor Oxfordban tanultam az 1960-as évek első felében, volt velem a Campion Hallban, egy indiából jött jezsuita rendtársam. Alacsony, kedves, szinte mindig mosolygós ember volt, aki antropológiát jött tanulni Oxfordba. Vele történt a következő eset. Felkereste egy Indiából jött férfi, bemutatkozott, majd ilyen formán kezdte mondókáját. Atya, én ateista vagyok, nem hiszek Istenben. Én teljesen más világban élek, mint ön. Mire az Indiából jött, rendtársam így válaszolt. Nem biztos, attól függ, hogy milyen önnek az Isten képe. Lehet, hogy azt az Istent, melyet ön tagad, én is tagadom. Azt hiszem, hogy ez a kis epizód jól megvilágítja, hogy van kapcsolat hit és Isten kép között. Sőt, azt szokták mondani, hogy olyan szoros a kapcsolat a hit és Isten kép között, ha megmondod nekem, milyen az Isten képed, én megmondom neked, hogy milyen a hited. Ugyanakkor teljes azonosság nincs a hit és a hozzátartozó istenkép között, mert például egy gyermeknek lehet nagyon gyerekes istenképe, ugyanakkor nagyon mély élő hite. A Szentírás így határozza meg röviden a keresztények istenhitét. A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. Ez adott bizonyságot őseinknek, hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis a láthatatlanból lesz a látható. A katolikus egyház katekizmusa pedig ezt mondja a hitről. A hit az az isteni erény, amely által hiszünk Istenben, és mind abban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, amit az egyház nekünk hinni előad, mert ő maga az igazság. A hittel az ember szabadon Istenre bízza egész önmagát. Az élő hit a szeretetben teljesedik ki. A hitet meg kell különböztetni a vallástól. A hit Istennek, emberi személyeknek szóló szabad ajándéka, az, azaz kegyelem. A vallás pedig a hit ajándékát adó Istennek szóló közösségi válasz, legtöbbször intézményesen alakult és szervezett formában, sajátos szabályokkal és szolgálatokkal. A hit és a vallás középpontjában az Istenhez fűződő személyes és közösségi viszonyunk áll. Ebben a viszonyban megjelenő képünket az Istenről nevezzük Isten képnek. Az Istenképet tudatunkban hordozzuk. Fontos azonban tudni, hogy az Isten kép nem azonosítható az Istennel. Amikor az Istent imádjuk, akkor nem az Isten képnek hódolunk. Talán egy hasonlattal tehetjük világosság ezt a fontos igazságot, amikor egy hálás gyermek magánál hordja szeretői édesanyjának a fényképét, és néha tiszteletből megcsókolja. A szeretetnek ez a szép kifejezése nem a fényképnek szól, hanem magának az édesanyjának, akit a kép ábrázol. Talán legtöbbünknek, beleszámítva magamat is, valószínűleg már gyerekkorban kialakult valamilyen Isten képünk, mert gondolom, legtöbben vallásos családban nőtünk fel. Bizonyára korán elvittek minket templomba, az Isten házába. Ott imádkoztunk, azaz beszélgettünk a jó Istennel, a mennyei atyával, aki az egész világot teremtette, és aki minden teremtményét szereti így lassan kialakult bennünk Istennek a képe, mint a szerető mennyei atya képe, aki teremtett bennünket, sőt meghív az örök boldogságra a mennyországba. Mennyivel nehezebben alakul ki egy olyan gyermeknek az Isten képe, aki istentelen vagy vallásilag közömbös családban nő fel. Az ilyen gyermek és később felnőtt ember számára az Isten neve sokszor csak egy üres szó, vagy a képzelet szülötte, talán valamilyen őserő, vagy energia, esetleg maga a világ, ugye a panteisták ezt mondták, vagy az anyag, a materialisták ezt mondják, de semmiképpen egy élő, tőlünk különböző személyes valóság, akivel kommunikálhatunk, és aki maga is szól hozzánk. Ha meggondoljuk, hogy jelenleg az emberek létszáma megközelítőleg 6,3 milliárd fő, és közülük csak körülbelül egyharmada keresztény, de ezek közül is legfeljebb negyed része gyakorolja rendszeresen vallását, rádöbbenünk arra, mennyire kiváltságos volt a helyzetünk, mennyi feltételnek kellett beteljesülnie, hogy Isten képünk korán megszülethetett, és alapjában véve helyes volt. Vitathatatlan, hogy Istenképünk képünk sokba hasonlít egy másik szeméről alkotott emberképhez. Sőt, talán azt is lehet mondani, hogy Isten képünk bizonyos fokig hasonlít önképünkhöz is. Egy másik emberről alkotott emberképünknél is hallgatólagosan különbséget tudunk tenni, a kép és a kép által megjelenített valóság között. Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy alapvetően nem az emberképhez van a személyes viszonyunk, hanem ahhoz a személyhez, amire ez a kép utal. Az emberkép kialakulásánál fontos szerepet játszanak a személyes tapasztalatok, Valamint azok az információk, melyeket megbízható személyek közölnek valakiről. Egy gyermek rendszerint megtapasztalja szüleinek szeretetét, jóságát, néha talán erejét, hatalmát, és lassan kialakul az édesanyja, illetve édesapa képe, aki jó, szeretetre méltó, egyben erős, hatalmas, akiben lehet bízni, de akitől talán félni is kell. Ilyenkor a szülőkről alkotott emberképbe becsúszhatnak a hatalmaskodó, sőt, a zsarnokoskodó jellemvonások, melyek véleménye szerint nem engedik, hogy ő felnőtté váljon. Lehet, hogy ez valójában nincs így, de sok hamasz ezt így éli meg. Istenképünk is változásokon mehet keresztül. Lehet, hogy amikor Istenről tanulunk, vagy valamilyen teológia, vagy lelki könyvet olvasunk, Isten képünk megváltozik. Lehet, hogy volt egy olyan Isten élményünk, melynek következtében Istent jobbnak, fönségesebbnek, nagyszerűbbnek, irgalmasabbnak tapasztaljuk, akiben ennek következtében jobban bízunk, jobban remélünk akivel szeretett kapcsolatunk jobban elmélyül. Úgy gondoltam, hogy vagy orvos leszek, vagy elmegyek Jezsuit a szerzetes papnak. Úgy döntöttem, hogy jelentkezem Pécsett az Orvosi Egyetemre, és az első tanév alatt eldönt, hogy nincs -e inkább szerzetes papi hivatásom. Sokat fontolgattam a kérdést, sokat imádkoztam, volt egy álmom, ami... Abban segített, hogy napi áldozó lettem. Sokszor a Pécsi Ferences templomba tértem be imádkozni. Az egyik alkalommal észrevettem, hogy a templom hátsó bejárata mellett van egy hatalmas feszület. Jézus kereszthalálát ábrázolta. Jézus fején ott volt a tövis korona. Testén az ostorozás nyomaként láthatók voltak a kék foltok a megtépett test, a kezei és lábai durván a keresztre voltak szögezve. Hirtelen felmerült bennem a gondolat, Jézusom, te ennyire szerettél engem? Hát én meg mit tettem érted? Mit teszek érted? És mit fogok tenni érted? Nagy megindulás vett erőt rajtam, eleredt a könnyem, és sokat imádkoztam. A templom lassan kiürült, mert már közeledett a templom zárás ideje. De közben határozottan éreztem, hogy a bennem felmerült kérdésekre a válasz az lesz, hogy jelentkezem jezsuitának. Jól tudtam, hogy akkor már az egyház egén viharfelvég tornyosultak, ez 1948-49-es tanévben volt, nem lesz könnyű a szerzetes papi hivatás. De ez akkor nem számított, mert ha hivatásom áldozatot kíván, ez mindenképpen eltörpül Krisztus kereszt áldozata mellett. Ettől a naptól kezdve úgy éreztem, hogy már van Jézsuita hivatásom. Hamarosan kértem felvételemet, de úgy döntöttem, hogy az első éves orvosi egyetemi kurzus befejezem. A kereszten értem és az egész világért szenvedő. És meghalt Krisztus képe azonban annyira a lelkem mélyébe ivódott, hogy erősen megváltoztatta Isten képemet talán egész életemre. Isten maga a szeretet, az irgalom, nem a diktátor típusú Isten, aki szinte csak azt nézi, hogy miért kell megbüntetnie az embereket. Egy másik példát is hozok. Kezembe került egy kis könyvecske. Ebben egy elfekvő kórházban lévő betegeket látogató személy írja le tapasztalatait. Az elfekvő kórházban megismert betegei között volt egy idős özvegyasszony, aki nagyon szenvedett, szinte semmiféle ételt nem tudott magához venni, különösen akkor, amikor nyáron kánikula kezdődött. A látogatónak még otthon hirtelen eszébe jutott, hogy almakompotot készít az ismerős beteg asszonyak. Jól lehűtti, és délután beviszi az elfekvő kórházba. Tervét tett követte. Amint a kórházban köszöntötte a beteg özvegyasszonyt, és elmondta, hogy hűtött almakompotot hozott ma neki. Az özvegyasszony elkezdett sírni, és elmondta éjeli álmát. Álmában találkozott sok évvel előbb meghalt férjével, aki nagyon szerette őt. Álmában megkérdezte, mit kívánsz, mit hozzak neked? Hozzál nekem almakompótot, de jól lehűtve ebben a nagy melegben. Meg lesz, válaszolta álmában a férje. Ő mindig megtartotta szavát földi életében is, mondta az a beteg. És milyen jó az Isten, aki így gondoskodott rólam. Ennek a beteg-özvegyasszonynak Istenképe megváltozott a jó irányba, hogy az Isten a gondviselésével hogy tudja ezeket a kéréseket megvalósítani, megtenni más emberek által. Ugyanakkor az is megtörténhet, hogy valamit buzgón kértünk Istentől, de kérelmünk nem teljesül. Lehet, hogy valami rosszért bennünket, nagy anyagi veszteség, egy betegség, sikertelenség, vagy talán egy közeli hozzátartozó hirtelen halála. Ilyen esetekben sokszor talán nem is tudatosan Istent okoljuk. Ha Isten jó és mindenható, hát miért nem segített? Miért nem segít? Kritikus helyzetekben talán megrendül hitünk, esetleg Isten rosszabra rosszabbra változik abban is hasonlít az istenkép az emberképhez, hogy mindkettő eltorzulhat. Saját gyengeségünket rávetíthetjük arra a személyre, akinek képét viseljük tudatunkban. Ha például túlzottan anyagiasok vagyunk, vagy beképzeltek, hiuk, esetleg kevélyek, akkor ezeket a hibákat könnyen feltételezzük másokról is. Tetteiket úgy értelmezzük, mintha olyan gyengeségekből fakadtak volna, melyeket mi is birtoklunk. Ha pedig ezekről a föltételezett hibákról másoknak beszélünk, akkor rágalmazzunk, akkor másokban is eltorzíthatjuk valamelyik embertestvérünkről kialakult emberképet. Jó hírnevét, tekintéjét esetleg alaptalanul leromboljuk és sajnos ezt mindannyian tapasztaljuk, lerombolni valamit mindig könnyebb, mint felépíteni. Az Isten képpel is hasonló a helyzet. Mennyi rosszal vádolták meg már Istent. Az ember által elkövetett gonoszságok sokaságát gyakran Istenre hárítjuk. Ő lesz a bűnbak, mint ahogy a megtestelt sült Isten fia is az volt természetesen nem minden szenvedés és tragédia származik az emberi bűnből. Egy földrengésből, viharból, villámcsapásból, vagy hirtelen előre nem látható betegségből, vagy balesetből nagy tragédia, mérhetetlen szenvedés fakadhat, melynek nem bűn az oka. Miért kell ezeknek megtörténni? Hogyan illeszkednek ezek a fájdalmas történetek az Isten szerető gondviselésébe vetett hitünkhöz. Különösen akkor, amikor az ártatlanok szenvedéséről van szó. Nem tudjuk. Az Isten képnél tehát szinte elkerülhetetlen bizonyos torzulás, bizonyos korlátozottság, mert Isten végtelenül tökéletes, mi pedig csak véges, korlátos fogalmakkal rendelkezünk. Az ember nem tud kiszabadulni a tér és az idő korlátaiból, ezért képtelen ábrázolni a tér idő korlátozottságtól mentes, azaz a mindenit jelenlévő és örök Istent. Ez valóban áthághatatlan akadály, éppen ezért, mint hisszük, Isten maga lett emberré. Krisztusban a végtelen Isten végessé vált, vagy ahogy a Szent János evangéliuma mondja, és az ige testé lett és közöttünk élt. Ezt a gondolatot Henri Bulád, az egyiptomi jezsuita atya így fejti ki, Misztika és elkötelezettség című könyvében idézem. Jézus megtestesülésének végső értelme a világ megszentelése. Az anyag megszentelése, az emberi kapcsolatok megszentelése, az egész emberiség megszentelése. A megtestesülés Istene, a kenyér és a bor Istene, de a mindennapok Istene is, a kapcsolatok és a találkozások Istene is. Minden valóság, minden realitás azáltal vált szentségivé, hogy Krisztus magába fogadta azokat a világ Krisztus testének folytatása, mi is Krisztus teste vagyunk. Krisztus megtestesülése miatt az Isten képünk valóban emberarcú, de ez nem torzulás, hanem Isten emberé válásának titka, mondhatnánk szentsége. Ezért mondja Karl Rahner, híres a német teológus, a kereszténység sohasem a puszta szavakvallása, vagy kizárólag az értelem és az erkölcsi törvények kifejezője, hanem a leplezett szavaknak, a szerető bölcsességnek és az isteni kegyelemnek az igazsága, mely el van rejtve a szentségi szimbolumokban, és ezért a miszticizmus vallása is." melyben az Isten végtelen szentsége tárul fel, és adatik meg nekünk egyszerű szavak és rituális cselekmények által. S végül kérdezzük meg, az hatással van a tudományos világkép Istenképünkre? Bár a természettudományos megállapítások más kérdésre adnak választ, mint a vallásos hit kérdései, mégis van egy indirekt kapcsolat a tudomány és a vallásos hit között. Ennek oka pedig az, hogy az ember a vallásos hit igazságait is az evilági tudományos felfogás összefüggéseiben értelmezi. Ha például a következő kijelentést teszem: Isten teremtette a világot. Ezt a hívő ember másképpen értelmezte a XIX. században, mint a 21. század elején, mert más felfogása volt a világról a 19. században, mint most. Valójában a 19. században a természettudomány materialista ihletésű volt. Sok természettudós azt gondolta, hogy rövid időn belül a természettudomány megold minden problémát, és a vallás feleslegessé válik de a XX. században felfedezett eredmények név szerint az energia kvantumos szerkezete, a relativitás elmélet, az atomfizika kifejlődése és az ősrobbanás elmélete megváltoztatta a helyzetet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a természettudomány új utakon jár, főleg akkor, ha nem annyira a természettudományos módszerre, hanem a természettudományos tevékenység filozófiai feltevésére gondolunk. A XX. században a természettudomány elvesztette materialista ihletését. Az anyag természetképe többé már nem a tehetetlen anyag, a szellemi erők radikális ellentéte, hanem az emberi szellem szülő ágya. Néha egyesek koncentrált energiacsomagról rezgések milliárdjainak álló hullámairól beszélnek, mely nem csak ontológiailag, hanem fizikailag sincs ellentétben az emberi szellemmel vagy lélekkel. Ellenkezőleg egymásra vannak utalva, hatásuk egymásra kölcsönös és nagy jelentőségű. A természettudományok újabb eredményei és az ezzel kapcsolatos természetbölcseleti reflexiók olyan világképet sugalnak, melyben az életelen anyag egy része növényé, majd állattás végül emberé fejlődik. A hit embere számára természetesen Isten irányítja ezt a csodálatos fejlődést. Ezt úgy is szokták nevezni ezt a véleményt, hogy evolúciós teizmus. Ez a fejlődés nem lineáris, buktatókkal és esetleges katasztrófákkal terhes. Helyet kap benne a véletlen, a szabad akarat, az erény, a bűn, az irgalom és a kegyelem, ezért a fejlődés drámai feszültségű és csodálatos szépségű, mivel az Isteni szeretet műve. Ha hitünk fényében szemléljük a természetet és az egész világot, mint egy tetten érjük a teremtő és megszentelő Istent. Ő az, aki titokzatosan csendben munkálkodik, teremti, élteti, növeli, fejleszti, és Krisztus által Isten életébe kapcsolja be az egész világot. Ezt nevezzük kozmikus megváltásnak, kozmikus üdvösségnek. De Isten minket is meghív munkatársaknak ebbe a nagy megváltói munkába. Isten ránk bízta a földet, a természetet, embertestvéreinket, az egész világot hogy tiszteljük, szeressük, gondozzuk, és a Szentlélekkel együttműködve megszenteljük az ő elgondolása és akarata szerint. Ha valakinek ilyen istenképe van, akkor a világot kicsit úgy fogja szemléli, mint a nagy misztikusok. Mindent Istenben lát, és Istent mindenben megtalálja. Ez nem azt jelenti, hogy a világban és az önmagában felfedezett rosszat jónak hazudja, hanem hisz annyira Isten nagyságában, sokszoros bölcsességében és irgalmában, hogy elfogadja és Krisztus életébe, halálába kapcsolja be saját és embertársai szenvedéseit, örömeit, egész életét. Konklúzióként azt mondhatjuk, hogy az Istenkép szent dolog, a végtelenül szent gondviselő és irgalmas Istent jeleníti meg tudatunkban. De Isten a valóságban mindig nagyobb, szebb, bölcsebb és irgalmasabb, mint amit Istenképünk mutat. Felelések vagyunk Istenképünkért és annak fejlődésért vagy eltorzulásáért. Istenképünknek harmonikusan fejlődni kell emberi tudásunk és személyi-lelki fejlődésünknek megfelelően. Bár véges emberi tudatunk sohasem merítheti ki a végtelen Istent, a végtelen Isten megistenítheti a véges emberit, ahogyan ezt Isten megtestesülésének titkában látjuk, vagy pontosabban hiszük. Ez az alapja a mi megistenélésünknek, melyet üdvösségnek vagy Isten színről színre látásának hívunk. De ez nem csak személyes, egyéni, individuális egyesülés lesz a végtelen szeretettel, hanem közösségi is. Ezért imádkozott Jézus halála előtt főpapi imájában, Én igaz, atyám, a világ nem ismert meg téged, én ismerlek téged, és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük, és meg is foglak ismertetni, hogy a szeretet, amelyel engem szeretsz, bennük legyen, és én ő bennük. Köszönöm figyelmüket. Kedves hallgatóink, mai adásunkban részleteket hallhattak Nemesszegi Ervin Jezsuita atya Hit, Istenkép és Tudományos Világkép című előadásából. Kedves hallgatóink, Párbeszéd című műsorunkat hallották, amelyet a magyar jezsuiták készítettek.